A szervezők célja az volt, hogy felerősítsék a helyben történő elhelyezkedést, felhívják a figyelmet a környezeti és fenntarthatóság lokális, valamint globális problémáira, amelyek befolyásolják a fiatalok mindennapjait. A Szent Annai Sámuel középiskolából várunk diákokat, 11, illetve 12. évfolyamról, valamint a Kádas György egymiből is érkeznek majd tanulók. A napunknak az a célja tulajdonképpen, hogy mivel orientációs napról van szó, picit így a pályaválasztással kapcsolatban, munkavállalással kapcsolatban fogunk nekik előadásokat tartani, továbbá szó lesz a fenntarthatóságról és a környezetvédelem fontosságáról is. A mai nap tematikája úgy épül fel, hogy először is egy mezőgazdasági cégről fogunk tájékoztatást tartani nekik, hogy milyen lehetőségek vannak tulajdonképpen, milyen tanulmányokat kell esetleg folytatni ahhoz, hogy bizonyos pozícióban ők elhelyezkedhessenek, illetve egy előzetes felmérés keretében ugye meglátjuk, hogy inkább a munkavállalás irányába érdeklődnek, vagy még a pályaválasztással szeretnének jobban foglalkozni. A további előadók a környezetvédelemről, illetve a zöldről tartanak előadást. Ez egy szép nyitány lehet, azt gondolom, hiszen a Nexus támogatópont keretében pályaválasztási, illetve munkavállalási tanácsadásra is lesz lehetőségük az érdeklődőknek. Fazekas Ágnes végzettségét tekintve munkavállalás és pályaválasztási tanácsadó, aki elkötelezettséget érez a fiatalok és munkája iránt. Én végzettségemet tekintve munkavállalás és pályaválasztási tanácsadó vagyok, az alapvégzettségem, a mester pedig humán erőforrás, úgyhogy én azt gondolom, hogy az egyetemi éveim során az önismeretre építve megfelelő pályán vagyok, és azt fontos átadni a mai pályaválasztás előtt állóknak, hogy a helyes döntés, a helyes pályaválasztási döntés az mindig az érdeklődésre és a képességekre kell, hogy épüljön. Hogyha ennek tudatában vannak, akkor jó úton vannak.